Milyen fejlesztések voltak Pécsett az elmúlt évtizedben? Mi történt az elmúlt két évben? Ezekről beszélt a Baranya megyei önkormányzat fejlesztési biztos a pénteken. Áttekintettük a 2009 és 2019 közötti városvezetés idején elkészült beruházásokat, ami kb. 200 milliárd forint értékű Pécsett, tehát ezt nyugodtan megállapíthatjuk, egyébként tételesen is szívesen megmutatjuk, nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a baloldali városvezetés átverte a pécsieket, amikor azt mondta, hogy nem történt semmi. De lehet, hogy ők arra mondták, hogy nem történt semmi, amit ők csinálnak, mert az elmúlt két évben tényleg nem történt semmi, amióta ők vezetik a várost. Csak azt tudják felmutatni, hogy engedélyt adtak egy 400 lakásos társasház építésére, ami viszont nem egy nagy dicsőség. Kővári szerint ugyanis már így is túl van építve a város lakásokkal, amihez közszolgáltatást is kell biztosítani. A politikus arról is beszélt, hogy a fenntarthatósága a jövő útja a baranyai megyeszékhelyen. Ebben a szellemben kell fejleszteni. A fejlesztéseink mind-mind fenntarthatóak legyenek, mind ökológiai, mind gazdasági, mind társadalmi szempontból. Ilyen javaslatokkal fogunk előállni. Egyébként azon dolgozunk most már, hogy a kormányzat ilyen jellegű támogatásait is majd élvezhesse a város. Természetesen ez akkor következik be, hogyha marad ez a kormány. Itt közlekedésfejlesztési, rekultivációs vagy épületenergetikai fejlesztési ügyekről beszélek, amik mind abban segítenek, hogy a város úgy fejlődjön, hogy közben a természetet is óvjuk a jövő generációk számára. Ehhez például a TOP plusz keretből 22,5 milliárd forintra pályázhat a város, de ezen kívül még több forrás van, amikre lehet pályázni. Illetve a magánbefektetők is a fenntartható beruházásokat keresik, támogatják ma már. Így ez egy újabb keret lehet a fejlesztésre, mondta Kővári János.